Június 24-én 18 órakor a Móricz Zsigmond utcai sportpályán tartották az Ercsi Kinizsi Ese tisztújító közgyűlését. Először a levezető elnököt választották meg, aki Szabó Tamás polgármester lett. Mivel nem volt elegendő számú jelenlévő, határozatképtelen volt a közgyűlés. Ezért feloszlatták, és negyed óra múlva a jelenlévőkkel újrakezdték. A jelölő bizottság tagjai és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után meghallgatták Flórián Gábor elnök pénzügyi beszámolóját. 2016 és 20 között az Ercsi Kinizsi bevételei 254 millió forint volt, az 5 éves ciklusra szól, amiből 96 millió forint önkormányzati támogatás, ami a benne van a infrastruktúrális beruházásoknak az önrésze és a működéshez kapott támogatás. 138 millió 980 ezer forint a Evelesztau által biztosított pénz, amiben szintén benne van a beruházási érték, meg a működéshez kapott 5 évek keresztül működéshez kapott pénz. És egyéb támogatásból, tehát itt a tagdíjakból, a szponzoroktól, a jegybevételekből 30 millió forintot tudtunk összeszedni. Ebben benne van két nagyobb támogatás, az ESZO Kft. Támogatása, meg a Ekisának a támogatása. A vezetőség a munkájáért pénzt, munkabért, tiszteletdíjat nem vett fel. Beruházásra összesen 129 millió 271 ezer forintot fordítottunk. Ezáltal a tárgyi eszközállományunk nettó értéke 90 millió 142 ezer forinttal nőtt az elmúlt 5 évben. Ezt a jelenlévők elfogadták. Ezután a szakmai beszámoló következett. Ma 5 edzőnk van, 9 csapat, egy gondnok, egy szertáros és a létszámunk 150 fő, kiváló körülmények. Aztán el lehet mondani, hogy a megyébe szinte egyedülálló, hogy ekkora fejlődésen menjen keresztül egy egyesült 5 év alatt. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a Gerencsértéből az edzői bizottságot az egyik tagja azt mondta, amikor itt volt, hogy Ercsiben a legmagasabb az edzői végzettségek aránya a csapatokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy minden csapatunknál olyan edző dolgozik, akinek van licensze. Tehát ez azt jelenti, hogy a szakmai munkát olyan kezekbe tudtuk adni az elmúlt 5 év alatt, ahol fejlődés biztosított. A jelenlévők ezt is elfogadták. Az is kiderült, hogy Lieber Károly lett az év edzője Fejér megyében 2020-ban. És az Ercsi Kinizsi kapta a Fair Play díjat a Fejér megyei bajnokságban, miután a legkevesebb sárgalapot és kiállítást kapta a szezonban az összes megyei csapat közül. Az elnök beszélt még a jövőben tervezett beruházásokról is. Nagyobb garázs épülne az egyre bővülő géppark tárolására, klíma a székházba, és zöld beruházás keretében napelem a gazdaságosabb működtetéshez. Ezután a három elnökségi tag, az alelnök és az elnök lemondott tisztségéről. Rövid szünet után a jelölőbizottság ismertette az új jelölteket, akiket a jelenlévő tagok megszavaztak. Az új vezetőség 2021-től 2026-ig elnök Flórián Gábor, alelnök Primáz Gyula, elnökségi tagok Puzás Gábor, Pap György és ifjabb Repcsik Imre. Az evezős szakosztály vezetője újabb 5 évre Fekete Gábor lett. Jövőre 110 éves lesz a Kinizsi Ese. Reméljük, az ideihez hasonló, jól működő, eredményes és sikeres év lesz a következő is.